Hugerország! Jön meg a Hugerország! Fel a házba! A Hugerország! Jön meg a Hugerország! Gyorsan, bújjatok el! Bújjatok el! Franciaország a 16. században két részre szakad. Egy vallási vita osztja meg a királyságot. Az egyik oldalon ott vannak a királyi család támogatását élvező katolikusok, a másik oldalon viszont a reformáció hívei. Ők kevesen vannak, de támogatást kapnak azoktól, akik haragszanak a trónon ülő családra és annak körére. Franciaország déli részén tömörülnek. A párizsi udvar csak úgy emlegeti őket, hogy Hugenották. Amit elmesélek, az pedig a francia vallásháborúk története. Ahhoz, hogy megértsük, miről is van szó, először a reformációról kell beszélni. Persze ehhez beszélni kell arról is, hogy a 15. század végére már Portugália és a spanyol királyság már új alternatív kereskedelmi útvonalakat keres Kínába és Indiába. Ennek az oka az, hogy az oszmán birodalom nagy teret nyert Európa keleti felén, és ezt kihasználva a levantei kereskedelmi útvonalakat birtokba vette. Ezzel viszont ő szabja meg az Európába érkező termékek árát. Mondani sem kell, hogy mindennek borsos ára lett, főleg a borsnak. A portugál és spanyol gályák utasainak felfedezései viszont felborítják teljesen a korabeli Európa életét. Ez mellett még egyre inkább elkezdtek szaporodni a világvége jóslatok és azoknak terjesztőik, akik az utcákon prédikáltak a végidőkről. Az amúgy túlnépesedő kontinensen, amelyik egyre inkább kezdi felemészteni saját készleteit, a problémáit még csak tetézi az egyház is. Újra fellendülnek a vallási ereklyegyűjtések. A katolikus egyház pedig bort iszik és vizet prédikál. Ebből a korszakból ismert pápák 6. Sándor, azaz Rodrigo Borgia, vagy 2. Gyula, 10. Leo, aki a Medici család sarja volt. A Vatikán elárasztja a világi élet, örömlányok, a fattyak elhelyezése különböző hivatalokba és a végtelen költekezések az egyházi hatalommal való visszaélés, és persze a szimónia, ami az egyházi javak kiárusítását jelenti. Persze ez még semmi, mert az utolsó csepp a pohárban nem volt más, mint 10. Leo, akinek eszébe jut, hogy fel kéne újítani a Szent Péter bazilikát. De ehhez sok pénz kell. Ezért úgy gondolták, hogy pénzen kiváltható lenne a purgatórium tüze. Vagyis a tisztulási folyamat lerövidíthető. Hogy ebben mi is a felháborító? Nos, az, hogy a középkorban a szegényeket azzal tudták féken tartani, hogy a gazdagok nehezebben jutnak be a mennyek országába. Erre lényegében most könnyű a bejutás, pénzért megváltható. A szegények körében ez felháborodást okozott. 1517. október 31-én egy Ágoston rendi szerzetes a wittenbergi kolostor ajtajára kiszögezi a 95 tételét. Ennek az oka az, hogy Luther Márton tett egy látogatást Rómába, és nem tetszett neki, amit ott látott, a fesletszéget, és persze a búcsú cédulákat. Az elhunyt rokonod neve? Luther Hendrik. A nagyapám. Egy méltyeg minden lépcső. Mire a legfelsőre érsz, Hendrik kijut a tisztító tűzből, és beléphet a mennykapujába. Ezért is tette azt, amit tett. De ez a kiszögezés persze később vita tárgya lett. Mert ugye ezt Luther egyik jó barátja kezdte elterjeszteni. A történelem folyamán volt, hogy azt mondták, ez csak legenda volt, akad, hogy tényként kezelték, de akadnak olyanok, akik azt mondják, hogy a papíron csak egy felhívás volt egy vallási vitára. De annyi viszont bizonyos, hogy a reformációt innét számítjuk. Persze az viszont tény, hogy a tételeit elküldi a barátainak és feletteseinek, ami viszont nagy visszhangot vált ki. Az írást még az év vége előtt ki is nyomtatják. Ezzel kitört a baj. A tételek megosztják az embereket. Magukról a tételekről nem szeretnék beszélni, mert ha nekiállnék részletesen felsorolni, sose végeznénk. Annyi legyen, hogy eléggé felkapott lett, ami miatt a pápa ki is átkozta. De a hivatalos papírt elégeti. 1521-re már elkezdődtek a változások, ebben az évben már 3 pap is megházasodott, de persze nem csak hívők lettek, hanem vakhívők is. Ők nem szórakoztak, kezükbe vették az irányítást, és elindultak a szentkép rombolások, ez mellett a templomokba lebontják a szobrokat. Igen, az anabaptisták, vagyis az újra keresztelkedők komolyan gondolták, főleg vezetőjük Müntzer Tamás. Luther igyekszik csitítani a kedélyeket, de úgy néz ki, hogy nem sikerül. Elítéli Müntzert, de ez már késő, mert 1524. október 24-én a parasztság fellázadt Svábföldön. Ezzel kezdetét veszi a nagy német parasztfelkelés. Erről most részletesebben nem kívánok foglalkozni.
Lényegében a katolikus vallás újra értelmezése elkezdődött. Luther Márton 1525. június 13-án feleségül veszi Bóra Katalint, aki egy zárdából szökött a párca. Házasságukból 6 gyerek született. De nem csak Luther és Müncer volt, aki másként gondolta, hanem Jean Calvin, vagyis Calvin János is. Ő Franciaországban született Picardia tartományban. A párizsi Sorbonon tanult bölcsészetet, majd váltott és Orléansban jogot. Itt találkozott egy jogásszal és ismerkedett meg a reformációval. Majd egy meghívásnak köszönhetően Strasbourgba költözik, de Genfben kezd prédikátori munkába. Rengeteg hitvitát folytat a katolikusokkal, akiket sorra lealáz. Élete egyik főműve az Institutio Christiane Religionis, azaz a keresztény vallás rendszere esetleg létrejötte, viszont nem csak ezt a művet hagyta ránk, hanem többet, de ez volt az alkotás, amit főműveként említeni szokás. Lényegében munkássága révén jön létre a református egyház. De igen, a reformáció témaköre nem rendezhető le pár percben és pár mondatban. De viszont nem beszéltem arról, hogy ez az irányzat miben is más és hogy miért is tudott elterjedni. Nos, először is a legfontosabb az, hogy az adott ország anyanyelvén tartottak misét és prédikációt. Ez manapság teljesen egyértelmű, de akkoriban nem volt az ebben az időben minden mise latinul folyt, és ez miatt kevesen értették. Az mellett a papok nincsenek nőtlenségre kötelezve. Ezzel sok problémától fosztják meg magukat. A Biblia maga Isten szava, a mű egy isteni kinyilatkoztatás. Nincs purgatórium, a tisztító tűz lényegében csak kitaláció. Erről röviden annyit, hogy erre a helyre csak az léphet be, aki nem annyira bűnös, hogy a pokolra jusson, de viszont nem is annyira ártatlan, hogy a mennyekbe kerüljön. A templomaikban nincs szentkép, semmilyen szentnek az ábrázolása, lényegében ez bálványimádás. Mondjuk ettől kicsit csupasz. Kettő szentség van, a keresztség és az úrvacsora. Remélem az elsőt nem kell elmondanom, a másikról viszont annyit, hogy ameddig a katolikusoknál csak az ostját osztják szét és miseborból csak a pap ihat, addig ott az úrvacsorán mindenki részt vehet. A mise fő témája a Szent Háromság. Mondjuk a katolikusoknál sok minden más is a téma, főleg a politika. Mondhatni mindenben szembe mentek a kor egyházával. A reformáció futótűzként terjedt szét a kontinensen. Ennek egyik fő oka az, hogy érthető, a másik viszont az nem más, mint a könyvnyomtatás. Ez a technológiai újítás is szépen utat tört magának, Párizs, Mox és Lyon az európai könyvnyomtatás fellegvárai lettek. De szerintem messze keveredtem attól, amit mondani szeretnék. Nos igen, hugenották, ez a kifejezés az 1560-as években keletkezett, és a francia országi reformáció híveit hívták így. Persze ez így tiszta sor, de honnét is ered? Ez egy félreértett német kifejezés, aminek rövid története annyi, hogy amikor Genf városa szembe került a szabójai hercegséggel, a város a többi kantontól kért segítséget. Ennek az igénynek Bern városa csak azzal volt hajlandó eleget tenni, ha megengedik nekik azt, hogy szabadon terjeszteszék a református igét. Azért a genfiek Eidgenossennak kezdték őket hívni. De ez hibásan terjedt el, vagyis az Eidgenoss alakjában. Persze, amikor az új igék terjedni kezdtek, a franciák sem maradtak ki ebből az újraértelmezésből. Ezek a felek keresték is a kapcsolatot. Akik viszont nem szimpatizáltak velük, azok aggatták rájuk ezt a nevet. Persze lehet ez a német elnevezés, francia alakja vagy Huguenot, esetleg Huguenot. De igen, ez rejtély marad. De találtam mást is, egy érdekes legendát a nevük eredetéről. Ami úgy hangzik, hogy amikor új volt ez a vallási irányzat, akkor a hívek késő este titokban találkoztak. Akár annak idején az ősök keresztények. Persze ez a francia lakosságnak feltűnt, akiket viszont egy legendára emlékeztettek. Volt egy Hugo nevű királyuk, akiről úgy tartották, hogy este szellemként az utcákat járja. Ezért amikor látták, hogy eljön az éj, és ezek az emberek elmennek az Isten tiszteletükre, akkor akaratlan ez a mondabeli alak jutott az eszükbe. Innét a név. De ez is csak egy elmélet a számos közül. Persze a nyugati szomszédságban gyorsan elterjedtek ezek a gondolatok, amik egyszerre szóltak nemeshez és porhoz, városi polgárhoz, ezért a társadalmat teljesen le tudta fedni, és ez veszélyessé tette. De igen, a francia királyság a 16. századra már kiheverte a 100 éves háború viszontagságait. Lakossága elérte már a háború előtti 18-19 milliót. Persze ez még kevés, hiszen a társadalom még mindig feudális jellegű.
A jobbágy sorban él a társadalom java, ez körülbelül 80-82%, városokban 15% lakik, és a maradék földesúr. A népesség növekedéssel sajnos nem társult a technológiai fejlődés, ami viszont azt jelentette, hogy a mezőgazdasági termékek lassan, de biztosan elkezdtek drágulni. Ez a drágulás viszont kihatott mindenre, ahogy ez lenni szokott. Első Valois Ferenc 1520-ban lép a francia trónra. Egy eléggé nagy formátumú uralkodóról beszélhetünk személyében, aki sok külpolitikai problémával küzd. De nem nagyon kedveli, vagyis inkább nem nézi jó szemmel az új keresztény gondolkodásmódot. Ennek az egyik oka, hogy mint már többször is mondtam, gyorsan terjed, 1560-ra már közel 2 millió ember élt ezzel a lehetőséggel. Azt meg mondani sem kell, hogy roppant jó önszervező közösségek lettek. Persze még előrébb járok a történetben, de ezt azért is említettem meg, hogy érezhető legyen a pánik oka. A francia uralkodónak vannak komolyabb gondjai is, mint a reformáció hívei. A problémának persze neve is van. 5. Károly. A Habsburg uralkodóval való viaskodása elterelte a figyelmét a protestánsokról. Szóval minden gondtalan ezen a szintéren, messze van a vihar. Ezt a művet neked ajánlottam, uram. Az Új Testamentum fordítása a saját nyelvünkre. Német nyelvre? Amikor Luther kiadta a Bibliát német nyelven, szinte egy időben jelent meg franciául is, ezt egy Lefebvre nevű szerzetes fordította. Majd terjesztette Mox városában. Ehhez viszont a helyi püspök is csatlakozott. Az, hogy anyanyelvükön olvashatták a Bibliát, elég gyorsan és könnyen hozta a népszerűséget. Létre is jött egy társaság, amit a történelem Moxi körnek hív. De ameddig a király engedékeny, addig az egyház nem nézte ezt jó szemmel. Elkezdte nyaggatni a királyt, hogy csináljon valamit. Sikert is arattak, és az új gondolatok képviselőinek menekülnie kellett, aki nem tudott, azt bebörtönözték vagy megégették. Két felé menekültek, az egyik fele Genf városába, a másik viszont dél-kelet felé. Ezt a menekülést bizony nem felejtették el, ezért akik elhagyták az országot, folyamatosan különböző röpiratokkal bombázták az óhazát. Ez egészen addig ment, ameddig 1534-ben Ferenc meg nem unja, és akkor ténylegesen közéjük csap. A plakát botrány néven ismert esemény kiváltó oka persze az, hogy az egyik ilyen röpiratot a királyi kastélyra is felragasztják a hálószobájának az ajtajára. Ezekben a papírokban gyújtó hangvételű üzenetek voltak, amiben a katolikus egyházat és a királyi családot szitták. Ezek a röpiratok viszont illegálisan keveredtek az országba. Persze a protestáns gondolatokat, komolyan gondolok, ezt ellenezték, köztük volt Navarrai Margit is, aki nem volt más, mint a király húga. Eléggé komoly emberről beszélünk, a hölgy személyében több nyelven beszél, olaszul, spanyolul és latinul. Érdekli az irodalom, több könyvet is ír. Persze ez mellett a teológia, saját maga is folytat a témában tanulmányokat, ótestamentumi zsoltárokat is fordít. Művei a reneszánsz irodalom egyik alappillérei. A navarrai udvartartás pedig szívesen fogad mindenkit, köztük a reformáció híveit, és persze világi gondolkodókat. De nem csak Margitét látják szívesen a hugenotta papokat, hanem a Chatillon család Gáspár de Coligny, François Angelot és Odette Chatillon. És persze kezdetektől ott vannak a Bourbonok, Antoine Navarra királya és öccse Louis Bourbon Condé hercege. Ameddig él a király, addig vallási szinten viszonylagos nyugalom van. Itt most megragadom az alkalmat, hogy azért nem volt egy ostoba ember, aki nem törődött semmivel, több háborúba is belefogott, főleg Itália földjén. De nem ez itt a fő téma jelenleg, hanem az, hogy egy klasszikus reneszánsz uralkodó. Még rendesen a trónra se lépett, ekkor úgy döntött, hogy átköltözik Amboából, Blois-ba, ahol egy építkezésbe fogott, 1516-ban a kastélyt kiegészíti egy szárnyal. Ami 1524-re készül el, persze ugyanide épít egy vadászházat is. De itt még véget se érnek a munkálatok, már építkezik egyik szeretőjének, Türá grófnénak, a Sambordi kastély ácsoltatja. De egyik főműve, a Fontainebleau-i kastély is elkezdődik 1522-ben. Ennek az épületnek az érdekessége, hogy szinte teljesen leromboltatja, majd reneszánsz stílusban újjáépíti, ehhez hozzájárulnak ennek a kornak olyan koponyái, mint Raffaello Santi és Michelangelo Bonarotti. De parancsba adja még azt is, hogy bontsák le a párizsi Louvre egyik tornyát. Az épület teljes átalakítása 1546-ra készül el. De az ő idején épül Párizsban az Ártatlanok kútja, és elkezd egy új városházát is, de ez csak a 17. századra fejeződik be. Nagy művészetpártoló is volt, több híres francia nyomdászt is támogatott. Ezek a tettei főleg az építkezések nagy hatást gyakoroltak,
a nemességre több szép vidéki kastély is szárba szökken. Persze Ferenc is érdeklődött az új világ iránt, több felfedező utat is indított és persze kolóniákat is létrehozott. De senki nem él örökké, ő sem 1547. március 31-én meghal. Utódja második Henrik. Hát ő nem játszik a színekkel, lényegében éppen hogy csak felül a székre. Már is a húrok közé csap. Azok a dallamok, amik felcsendülnek, viszont nem lesznek kellemesek. Ugyanis a király felkenő gízérsek és annak rokona folyamatosan hergelik a protestánsok ellen. De nem mindenki akar a reformátorok vérében fürödni. Ilyen például a katolikus Anne de Montmorency főparancsnok. Ő inkább toleráns és hisz abban, hogy ezt az egészet meg lehet oldani másként is. Hoznék ide egy kis pletykát is. Henrikhez 1533. október 28-án Marseille-ben hozzáadják a 14 éves Medici Katarint. Micsoda ünnep ez? Zenét? Itt jön az ördög. Korának egyik legjobb partiját, nem csak csinos volt, de eszes is beszélt görögül, latinul, jó társalkodó volt és több tudományág is érdekelte. De igen, közte és Henrik között nagy volt a szakadék, amit tetézett az is, hogy az udvarban akadt egy csinos nő egy bizonyos Diane de Eupoitier. Aki nagy hatással volt az uralkodóra és az nem volt hálátlan ajándékokkal halmozza el. Persze ő csak egy, de ő mind közül az, aki kiemelkedett. Törvényes gyereke Medici Katalintól lesz három fiú, persze itt is van egy érdekesség, ami pedig az, hogy az olasz nőtől sokáig nem volt gyerek, aki viszont ettől félt, mert ha nincs fiú örökös, akkor mehet megszégyenülve haza. Úgy tartják a rossz nyelvek, hogy a királyné egy lyukat furatott a falba, hogy meglesesz a királyt és eltanulja azokat a trükköket, amiket az ágyas produkál. Könnyes szemmel nézte végig, amit ott látott. Miután viszont alkalmazta az ott látottakat, megindultak a gyerekek. Három fiú is született. Furcsa történet, tudom, de viszont ide kívánkozott. A nő pedig még fontos is lesz. Most viszont visszakanyarodnék oda, ahova eredetileg akartam. A király fülét rágják a katolikusok, hogy foglalkozzon már a protestáns kérdéssel. Addig mászkálnak a trónhoz, ameddig ki nem eszközlik a párizsi majd Chateaubriandi rendeletet. Ezekben lényegében eretnekeknek nyilvánítják a reformátusokat. Majd létrehozzák a szombádont, azaz a tűzkamarát. Az ő feladatuk felkutatni és elítélni a másként gondolkodókat. Ezt később kiterjesztik az olyan katolikusokra is, akik bújtatják ezeket az embereket. A párizsi udvarban eközben eléggé nagy hatalomra tettek szert a gízek is, akik nyíltan szimpatizálnak a spanyol királysággal. De viszont a spanyol király 5. Károly fia feleségül veszi Tudor Máriát. Ez viszont probléma, mert a francia koronát most már két irányból is támadhatják. Ezért kirobbantott egy háborút a Rajna vidéken, ami elterelte ideiglenesen a párizsi udvar figyelmét a vallási vitáról. Viszont sok köszönet nem volt benne, a flamand spanyol seregek győznek Saint-Quentin-nál, hiába védi Coligny nagy erővel, ez bukás. Az angol-spanyol hajóhad pedig a víz alá nyomja a franciákat Gravelinnél. De viszont Kárét elfoglalja Guise. Ez a vereség eléggé megrendítette az angol-spanyol szövetséget. Ezt tetézte az is, hogy a hugenották kijárták a királynál azt, hogy fiát Ferencet adják hozzá a skót királynőhöz, Stuart Máriához. 1559-ben aláírják a békét Château-Combrézy-ben. Most kéne jönnie a nyugalomnak. Hát nem. A papíron meg se száradtak a betűk. Már is visszatértek a belső ellenség kifüstöléséhez. Még ebben az évben elfogadják az Équivalens ediktumot, ami viszont már nem csak a hugenották ellen irányul, hanem azok a katolikusok ellen is, akik segítettek vagy bújtatták őket. Persze semmi se egyszerű. Az angol trónra Erzsébet ült, aki igaz nem szerette, de megtűrte a katolikusokat. Mivel a protestantizmus Európában egyre inkább terjedt, ezt ő ki is használta azokban az országokban, amik riválisai voltak Angliának, ott felkarolta a reformációt. Ezzel gyengítve azt, így kerültek a hugenották is a szűz királynő szoknyájához közel. Elég fontos infó és nem mellékzönge, hogy a francia és a spanyol király viszont szövetkezett. Igen ám, de mint mindig most is gyülekeznek a viharfellegek. Nem is kicsit, hanem nagyon. A spanyol király a földközi tengerre szegezte figyelmét, mert azt hallotta, hogy a török eléggé mocorog. Közben kirobban egy felkelés Genova ellen, amit a franciák pénzelnek fű alatt. 1565-ben az oszmánok megostromolják Máltát. A franciák és az angolok a belső vitáikkal vannak elfoglalva.
aminek egyik táptalaja az, hogy a háborúban a frankok eléggé eladósodtak. A bajt még tetézi az is, hogy 1559-ben egy lovagi tornán II. Henrik francia király meghalt. Új király lesz II. Ferenc, aki Stuart Mária 16 éves férje, ráadásul nagyon beteg, ezért régens kormány alakul. Ami eléggé gyengekező. Ezt a hugenották ki is használták. A szertartásaikat fegyveres őrökkel őriztették. Volt olyan is, hogy erőszakkal foglaltak el templomokat. Összeesküvést szőttek a király ellen, amit felszámolnak. De ide tartozik az is, hogy ezt a gízek állítják. Állítólag ki akarták szabadítani a királyt a katolikus gíz befolyás alól. De nem mellékesen még jogokat is akartak maguknak. Ez lett az ámboái zűrzavar. A szervezkedés megbukott. Fel is számolták. Akiket elfogtak, azokat kivallatták, majd kivégezték. A testüket az ámboái vár falára tűzték ki. Elítélték és elfogták Kondé hercegét is. Az érdekesség az, hogy a kivégzését december 10-ére tűzték ki, de a király fiatalon betegségben halt meg ebben a hónapban 6-án. Ami hatalmi harcokat eredményezett, és ebben a káoszban el is felejtették a herceget. Később szabadon engedik. Semmi sem egyszerű a Fontainebleau-i kastélyban Guise és André Marshall, meg persze Montmorency. Egyezményt kötött és elkötelezetté vált a katolikus hit felé, és a királyság rendjének fenntartásáért. Ezt ők triumvirátusnak hívták. Érdekes, persze ehhez később csatlakozni akar Anton Bourbon, Navarra királya. Felajánlja azt is, hogy elhagyja Margitot, és feleségül veszi Stuart Máriát. Ennyi volt mára. Ha érdekel, olvas utána. Ha kell, éltes. Vagy sújts halálra. Kattinthatsz a harangocskára. Ez úton is kívánok további jó napszakot. És mindent lebíró akaratot. Sziasztok!